Annak, akik szeretnék megtanulni az egykerekezést, és azt gondolják, hogy az valami felső kasztba repíti őket, hogyha egykerekre tudják venni a motorjukat. A legnagyobb kérdés mindenkinek az, hogy hogyan álljon neki, hogy kezdődik az, hogy a motornak az eleje elemelkedik. Ugye minden motor máshogy viselkedik, máshogy kell egykerekezni egy enduroval, egy V2, V4-gel, egy soros 4-gel, egy egyhengeressel, egy négyhengeressel, egy 600-assal, egy 1000-essel. Motorja válogatja ezt a technikát, mindenkinek meg kell érezni azt, hogy a saját motorjánál hol jön meg az az erő, amikor az első kerék elemelkedik. Ugye minél nagyobb a köpcenti, azért nagyjából annál könnyebb, illetve minél rövidebb az átétel, annál jobban jön föl egy motornak az ereje. Maradjunk a sportmotorosoknál, mivel most ugye sportmotorok vannak itt. A 600-asok abban a szempontból egy kicsit hátrányban vannak, hogyha széri átételes a motor, akkor nehezebb feljön egyébként gázra, az újabb azért olyan 8-10 éves 600-asok már feljönnek gázra. A legtöbben kuplunggal segítenek bele. Én azért nem szeretem a kuplunggal egykerekezést, mert az igazából akkor jó, amikor valaki lassabban tud már egykerekezni, lassabb tempóról kezdi meg az egykerekezést, mert akkor jobban érezni. Amikor valaki 100-nál kuplungol bele, hát most attól függ, milyen a széljárás, oldalról, szemből fúj a szél, egy picivel nagyobbat kuplungolsz, és lehet, hogy eldobod a vasat. Ezért nagyon fontos mindig az, hogy az egykerekezést úgy kezdjük, hogyha még csak 10 centire is tudod megemelni a motorodnak az első kerekét nagy gáz odabaszásokra, akkor is mindig legyen a lábad a hátsó féken, és tud működtetni a hátsó féket bármelyik pillanatban. És ez a sportmotornál a dolog úgy kezdődik, mondjuk 600-asnál 8-10 000-es fordulatnál, 750-esnél mondjuk 7-8-900-es fordulatnál, 1000-esnél már 6-7 000-es fordulatnál sima gázadása, egy jelentős gázadása feljön a motornak az eleje. A legveszélyesebb mindig az egykerekezésnek az első olyan gyakorlás, amikor egyesbe húzzuk a gázt. Amíg nem tudsz egykereken váltani, csak egyesbe mész, az a legveszélyesebb. A legfürgébb ott a gáz, a legagresszívebb a gázreakció, és amikor mondjuk keréken vagy, és olyan picit mozdítasz, ekkorákat mozdul a motor. Meg kell tanulni minél előbb azt, hogy amikor egyesbe beteszed a motort, amikor jön föl az eleje, akkor beszúrd a kettőt. Most 1 méterre van a motornak az első kereke a földtől, beszorod a kettest, felhúzod, és már finomabban lehet kezelni, már hosszabban el tud menni a motor. Legyen az mindenkinek a gyakorlásnak a legeslegeleje, hogy mondtam, hogy roncsd el az egykerekezésedet. Ha 5 métert tudsz menni, ha 20 métert, ha 50 métert, akkor mindig roncsd el, és arra figyelj, hogy mindig hátsó fékkel tedd le. Fölveszed, mész egy darabig, és még amilyet elfogyna a motor, vagy letennéd, lépj a hátsó fékre. Fékezés és technika megvan, akkor lehet elkezdeni komolyabban gyakorolni azt, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, akár 6-osig is elkapcsolsz. Látok az utcán nagyon-nagyon veszélyes egykerekezéseket, amikor mindenhol, mindenáron, tök mindegy, hogy van nyomvájú, oldalszél, szembejövő autó, szalagkorlát, oszlopok, lakott terület, akkor is orba száját tolják az egykereket. Minél nagyobb sebesség az egykerék, egyértelműen annál veszélyesebb, és amikor valaki már ezres motorra úgy egykerekezik, hogy 120-150-nél simán kettesbe följön kuplungra, egy leátételezett motornál meg akár gázadásra is följön másodikba 150-nél egy motor, nagyon veszélyes 200 fölött már menni. Ott már azt a mindenki is szél, az belekap a motorba, úgyhogy azért óvatosan azzal, amikor elkezditek, mert először mindenki, amikor megérzi azt, hogy a motor eleje megemelkedik, akkor először nagy tempóval tud menni, mert húzza a gázt, mint az állat, a motor még nincs annyira fölemelve, és belemegy. A másik veszélyes dolog, amikor nagyon gyertyába húzzák föl 150-200 körül, és elkezd a motor így inogni. Keresetek a YouTube-on videókat, hát más nem látjuk, mint az egykerekezésben olyan elesések vannak, hogy paf, aztán lecsapja, és az ember lábot, mert én is jártam egy egyébként, enduroval azóta szerencsém nem törtem össze a motort. És itt jön a legfontosabb dolog, ha gyakorolni mentek, keresetek olyat, ami biztonságos hely, nem jönnek szembe, hogyha elesel, akkor legfeljebb a motorot törik össze, nem te, mindig legyen ott kísérő, mert ha úgy esel, hogy lehet, hogy elájulsz, vagy csak a lábad alatt, lábad beszorul a motorra rá, mert szana szét törik, akkor legyen az, aki azonnal tud hívni egy mentő. És lehet, hogy az életedet menti meg, vagy megmarad a lábad, vagy ilyesmit. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A harmadik legfontosabb, hogyha megteheted, akkor olyan motorral gyakorolj, amit nem sajnálsz, hogyha összetörik, akkor vége a motornak.